Sziasztok! A mai videóban összefoglalom a Tesla EID 2022-t, ahogy ígértem. Először is a névvel kezdem. Szerintem nem véletlenül nevezték így az eseményt. Ezen túl várhatóan minden évben lesz ilyen. A bemutató impresszív módon a robot kezével indított, ahogy visszaszámol, majd átment egy szeretlek kézjába. Ilon azzal, hogy ha valakinek feltűnt múlt évben, még egy ember volt behöltözve, idén sokat javultak. Musk hangsúlyozta a biztonság szempontjából jó, hogy a Tesla egy publikusan elérhető cég, mert így a befektetők közvetlenül korlátozhatják őket, illetve őt is személyesen, ha esetleg saját szavaival élve megőrülne. Liz, aki a mechanikai dizájnon dolgozik, megosztotta: Ez az első alkalom, hogy mindenfajta támogatás nélkül mozog a robot. Majd megjelent első prototípusuk, amely ügyesen járt, sőt, pár táncmozdulatot is bemutatott. Az autópálya csapatban dolgozó Milan hozzátette, a robotot az FSD számítógép irányítja. Majd nem mutatták, mi mindent tud a bot. Először is tud leveleket és csomagokat kézbesíteni. Ezen felül tud virágot öntözni. Továbbá a Fremonti gyárban van már egy kisebb munkafolyamat, amit a robot végez. Betekintésünk volt arra is, mit lát a robot. Az első prototípust polcról levet alkatrészekből állították össze, Ugyanakkor megvan már az első saját alkatrészekből összeállított Optimus is, ami még nem állt készen a járásra. A kritikus cikkek és videók majd erre mehetnek rá. Elon elmondta, a legtöbb hasonló startup problémája, hogy amíg a robotuk hasonló felépítésű, az agya hiányzik. További probléma, hogy nem terveznek óriási tömeggyártást. Saját predikciója, hogy Optimus legyártása nagyjából 20 ezer dollárba fog kerülni. A bemutató apropója, hogy Optimus ne meg az 1.0-ás verziónál, hanem inspirálja a legtehetségesebb embereket, és a jövőben ezáltal minden nagy mennyiségben legyen elérhető. Vagyis elhozza a bőség korát. Majd megint Liz következett. Elmondta, hat hónapja használják a prototípust. Egy ember 200-nál több különböző mozdulatra képes, ezt ők lecsökkentették 28-ra. A felsőtestben kapott helyet az akkumulátorcsomag. csomag. Ez meglepően kicsi, csupán 2,3 kWh. Ezzel a bot több mint 8 órát képes működni. Szintén itt foglal a helyet az FSD komputer. Majd Malcolm következett, aki a szimulációról beszélt. Sokat dolgoztak azon például, hogyha ellesik a robot, akkor ne sérüljön. A mozgásokat is részletesen szimulálták. Majd bemutatták a robot tértét, illetve Malcolm beszélt róla, hogy mennyire hasonlóra tervezték ezt, mint az emberi tért. A következő mérnök a motorokról beszélt, a 28 különböző mozgás együttes optimalizálására van szükség. Összesen 6 különböző motorjuk van a robotban. A legerősebb képes felemelni egy koncertzongorát. Mike következett, aki a kézdizájnról beszélt. Milan már áttért a szoftverre. Ugyanazt az úgynevezett Occupancy network használja a bot, mint az FSD. Készítettek egy szimulációt is. Félix a gyaloglásról beszélt. Ez nekünk embereknek teljesen természetes. Szerintük a legfontosabb a tervezés, Erről mutattak is egy videót. Anand arról beszélt, hogy mennyire más a valóság a szimulációtól. A szimulációban a robotok tökéletesen mozgott, a valóságban viszont sokszor elesett. Erik elmondta, hogy természetességre törekednek. Egyszerűen fel tudják venni, ahogy egy ember felvesz egy dobozt, majd ezt hosszan tudják optimalizálni. Milan következett, aki Optimus jövőjéről beszélt. Első lépésként el kell érjék az új robotjukkal, amit a prototípussal értek el szerinte a teljes ipar meg fog változni köszönhetően a robotnak. Szünet nélkül a sok és csapata következett, akik lenyomtak egy, egy órás, nagyon részletes technikai bemutatót az Autopilot szoftverről. Erről csak röviden beszélek, mert nagyon technikaira sikerült, csak úgy, mint a hasonlóan hosszú Dojo bemutató. Ezek egyesével lényegében egy Autopilot napnak és egy Dojo napnak is beillettek volna. Az előző évi EID összefoglalom 1100 lájkot kapott a csatornámon. Ha ez a videó megdönti ezt, szívesen összefoglalom az Autopilot és a Dojo részt is. Most csak a lényegre törekedek, egy-két részletet emelnék ki. Az egyik, hogy egyre többet beszélnek az úgynevezett Occupancy Networkről, vagyis arról, hogy a szoftver megpróbálja kitalálni, hol lehet valaki vagy valami. Ez akár a holtérben is lehetséges. A másik, hogy az Unreal Engine segítségével képesek hihetetlen szimulációkat futtatni. A Dojo szuperszámítógépből sikerült egy hat szekrényt összeállítani csúcsra járatva 2,2 megawattóra energiát fogyasztott, ami riasztást küldött az áramszolgáltatónak és hívást kaptak a várostól. Azt is megtudtuk, hogy egy Dojo chip képes 6 videókártya box teljesítményét hozni, úgyhogy olcsóbb, mint egy csúcs videókártya doboz. Négy Dojo szekrény egyenlő teljesítmény nyújt, mint 72 videókártyás szekrény. Első exapodjuk 2023 első negyedévében lesz kész. Ez megduplázza a Tesla autócímkéző kapacitását. Hangsúlyozom, ezzel nekik lesz a leggyorsabb szuperszámítógépük a világon. A szintén amerikai Frontierrel holt versenyben. Ugyanakkor végső céljuk 7 ilyen exapod létrehozása. A kérdések és válaszokból kiderült, hogy hosszú távon egy Star Trek Next Generation Data robotot szeretnének, csak kevésbé botszerűt. Egy kérdező szerint ennek nincs sok köze a megújuló energiára való átállás elősegítésében. Elon szerint viszont lehetséges, hogy ezek a robotok hatékonyabban végeznek majd el feladatokat, mint mi emberek. Én még hozzátenném, hogy ha megduplázzák, vagy esetleg megnégyszerezik a Tesla gigafaktori kapacitását, akkor nagyon is elősegítik a célt. Az is kiderült, hogy az Amazon Web Services-hez hasonló szolgáltatást képzelnek el a Dojo számára. Musk szerint gondolkoztak egy Terminátorszerű nyitó jeleneten, ahol a robot egy koponyára lép, de féltek tőle, hogy valaki komolyan veszi. Minden eddigi AI az internetről szedte az adatokat, nekik több, mint két millió kamerájuk van a világban, így a legtöbb valós életbeli adatuk. Így mindenféleképpen hozzájárulnak az általános mesterséges intelligenciához. Musk szerint három-öt év múlva meg lehet majd venni Optimus-t. Ahogy várható volt, minden évben lesz ilyen eseményük, sőt gondolkoznak egy havi podcaston is. Jó volt látni a csapat sokszínűségét. Különösen jó volt látni néhány hölgyet is ebben a férfiak által uralt területen felüdülés volt a bemutató, ami nem volt tele marketing BS-szel, ezzel szemben a szokásos csiszolatlanságot és részletességet hozták. Végül jött egy személyes kérdés. Ilon fiatalabb önmagának egy tanácsot adna, legyen lazább. Például semmi baj nem lett volna, ha legalább egyszer iszik egy italt azon a gyönyörű szigeten, ahol a Falcon 1-est fejlesztették. Köszönöm mindent Patreonos és Youtube támogatómnak is a támogatást, nélkületek, nem lenne értelme ezen videókat elkészíteni. A hírekben látott videók linkjeit megtaláljátok a leírásban, az egyéb linkekkel együtt. Ha tetszett a videó és ti is szeretetek az innovációt, nyomjatok egy lájkot, ha szeretnétek hasonló videókat látni, kövessetek és kapcsoljátok be az értesítést, ha van valamilyen hozzáfűzni valótok, kommenteljetek.